Kedves diákok! Jól emlékszem a tavaly jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjak ünnepélyes átadására, hiszen hivatalba lépésemet követő egyik első esemény volt ez a rendezvény. Az idei esztendő pályázóival és nyerteseivel a személyes találkozásra még várnunk kell. De arról, hogy gratuláljak nektek, semmiképp sem akartam lemondani. Ahogyan arról sem, hogy köszönetet mondjak nektek. Tudom, ez az új helyzet, a karantén, az online oktatás, a közösség hiánya megterhelő, sok kihívást hozott számotokra is. Így különösen sokra értékelem, hogy az akadályok ellenére kiváló munkát végeztetek. Sőt, van köztetek olyan is, aki nem is először nyeri el pályázatunkon a jó tanuló, gyors sportoló ösztöndíját. Az érdem elsősorban a tiétek, ám szeretném most a szülőket, a pedagógusokat és az edzőket is köszönteni, megköszönni az erőfeszítéseiket, hiszen a teljesítményetekhez ők is nagyban hozzájárultak. Idén 32 ösztöndíjat és 17 oklevet ítéltünk oda. Szívből gratulálok, és további szép sikereket kívánok. Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer.